Szent Királyi Alexandra Asztéban a határ ukrán oldalán a magyar kormány támogatással működő segélypont munkájáról tájékozódott. A kormány szóvivő felkereste azt a pavilont, ahol az ökumenikus segélyszervezet munkatársai szendvicseket, meleg teát készítenek a határátlépésre váró háborús menekültek számára. Gerevics János, a segélyszervezet ukrajnai kirendeltségének vezetője arról tájékoztatta a sajtószóvívőt, hogy a segélyponton még ivóvizet, gyümölcsöt, csokoládét és bébi tápszereket is kaphatnak az utazók, valamint melegedő sátort is felállítottak a számukra. Örülök, hogy most ezt az oldalt is meg tudtam tekinteni. Ahogy látom, itt is napról napra újabb és újabb fejlesztések vannak. Most éppen egy nagy hiátust töltenek be, hiszen épül egy vizes blokk, 10 férfi mosdó, 10 női mosdó, amire itt nagy szükség van, hiszen ez itt egyáltalán nem volt jelen. Felhúztak a segélyszervezet kollégái egy melegedő sátrat, ami azért szintén azoknak, akik gyalog jönnek, kisgyerekkel jönnek, vagy idősebbek, vagy valami bajuk van, állnak órákat sokszor a hidegbe, vagy jönnek hosszú órákon keresztül, azoknak ez egy nagyon nagy segítség. És hát beszélgettem itt a kollégákkal is, akik ezt a segítségpontot működtetik itt a hátam mögött. 12 órás műszakokat lehúznak, hiszen 0-tól 24 óráig működik ez a segítségpont. Bébi tápszertől kezdve tisztálkodó szereken át, és a legfontosabb a jó szó, ezt is megkaphatják itt az emberek, amire azt látom, hogy nagyon nagy szükség van, hiszen tényleg ezek az emberek sokszor csak egy kabátban, valami papucsban indulnak el útnak. Borzalmas lelkiállapotban, ahogy hallom, érkeznek meg sokan ide, és itt zuhan rájuk, amikor már érzik, hogy talán biztonságban vannak, itt zuhan rájuk az a lelki teher, amit talán útközben fel se dolgoztak, mert ők is azon voltak, hogy minél előbb elhagyják az ukrán területeket és biztonságban legyenek. Úgyhogy nagyon fontos ez a munka, amit itt végeznek a segélyszervezetek kollégái, és nagyon hálások vagyunk érte, nagyon köszönjük szépen. Az ökumenikus segélyszervezet munkatársait felmérést is végeznek, ez mennyire hasznos? Az egy nagyon nagy segítség, hogy mikor átjönnek a magyar oldalra ezek a menekülő emberek, akkor már pontosan tudják az ott lévő kollégák, hogy miben kell nekik segíteni. Itt sokan állnak autóban, de sokan jönnek azért gyalog is. Várakozás közben, ami sok óra is lehet néha, a segélyszervezet kollégái megkérdezik, hogy mire van szükség, van-e szállás, tudják-e, hogy hova mennek tovább mennek-e egyáltalán, vagy mire van még szükség. Egyébként nagy arányban tovább mennek, tehát átutaznak Magyarországon, de az, hogy a másik oldalon már készen tudják őket várni, tudják őket fogadni, és van kapcsolat a két oldal között, az mindenkinek a munkáját nagyban megkönnyít, és hát a legfontosabb, hogy az átmenekülő embereknek tudnak lehető leggyorsabban és a legszükségesebb módon segíteni. Szent Királyi Alexandra felkereste az ökumenikus segélyszervezet központi irodáját Beregszászban, ahol a beérkezett segélyszállítmányok elosztását koordinálják. A logisztikai hálózat kiválóan működik, mondta el Gerevics János. Hát az az igazság, hogy ez a rendszer készen állt, ugyanis mi 2014-ben ezt a rendszert már felépítettük Kelet-Ukrajnában, amikor 3 éven keresztül láttunk el 500 ezer menekültet folyamatosan, élelmiszerre, higiéniával, gyerektáppal és sok minden mással. Úgyhogy igazából aktiválni kellett, tehát annyi változott, hogy nem Dnyepropetrovszkban van az iroda, hanem itt van Beregszászon. És hát ki kellett bővíteni, úgyhogy megvan a logisztika, raktárakkal, szakemberekkel, megvan az információszerzés, tehát a szükségletek, a lokációknak a felmérése. Mi úgy fogadjuk a szállítmányokat, mintha árut fogadnánk, tehát proforma számlával, ezért hát ha megvannak az igények, megvannak a lokációk, és tudjuk, hogy mi van a raktáron, akkor nagyon könnyű tervezni és rendszeresen osztani oda, ahova tényleg szükséges. Lehel László elnök igazgató a fejlesztésekről is beszámolt. Új munkatársak vannak, sok önkéntes kapcsolódott be munkánkba. Elindítottuk itt Kárpátalján a nagy osztásainkat. Másodszorban sikerült a határ előtt létrehozni egy segítőpontot, ahol fel tudjuk készíteni azokat, akik Magyarországra mennek, hogy mi várható, hova kell menni, hogyha segítségre van szükségük. Tehát ez egy picit megnyugtatja azokat, akik a bizonytalanba jöttek, azt is látjuk. Persze sokan vannak olyanok, akik tovább utaznak és nem maradnak Magyarországon. A túlsó oldalon, magyar oldalon is nagyon készültünk a munkára, és csináljuk. Többi szervezet is remekül végzi a munkáját, úgyhogy most a fókusz a közeljövőben számunkra továbbra is Ukrajna lesz.
Igyekszünk természetesen arra figyelni, hogy itt mire van szükség. És az szerint előfordulhat, hogy Magyarországon egyik napról a másikra nem tudjuk azt megvenni, várni kell néhány napot. Tehát akkor azt hozzuk, amit tudunk, hogy kell, és berakjuk a kamionokba, és aztán a következőn szállítnál ki tudjuk egyenlíteni, ha esetleg valahol valamiféle egyenetlenség van. Megnyitottuk Lemberbe az irodánkat, ott már volt egy első osztás, több segélyszállítmány érkezik a Lemberg irodánkba más országokból, ahol bennünket arra kértek, hogy az osztását szervezzük meg, és nyilvánvalóan Magyarországról is el fogjuk indítani a konvojokat a Lembergi főbázisra, és aztán a későbbiek során szeretnénk mélyebben is Ukrajnában tevékenykedni és segíteni, de hát ahhoz kell, hogy béke legyen, és biztonságosan lehessen mozogni. Lehel László hozzátette, a jövő hét elején mintegy 10 kamionnyi segély indul el Magyarországról Kárpátaljára.